Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Letelepítenek pár új trafipaxot Budapesten, írta meg a vezes.hu-ra Lencsés Csaba. Ez a videó javarészt ezt a cikket fogja szemlézni, teszek néhány kiegészítést, ám a szokásosnál rövidebb formában, azt is elmondom, hogy miért. Ugye pár napja befutotta a közösségi médiát az a poszt, amit egy olyan tulajdonos írt, akinek a rendkívül igényesen megépített Volkswagen Corradóját megmolesztálta a hatóság. Nincs ebben semmi újdonság, tuning autókkal ez gyakran előfordul, viszont itt az az igazán érdekes, hogy ennek az autónak minden egyes átalakítása a forgalmiba bejegyzett. Reggel elmentem, megtekintettem az autót, megnéztem a papírjait, és tényleg ott van benne minden, úgyhogy hamarosan erről következik majd egy rendkívül alapos és érdekes videó. Addig is viszont nyomjatok csengőt, lájkot, iratkozzatok fel a Check Engine-re, és akkor jöhetnek az új trafipaxok. Ötven új sebességmérőt telepítenek Budapesten, és lesz néhány új trafibox is, írja a vezes.hu, ugye erről már beszéltünk. De mielőtt elkezdjük ezt a témát, tetszik a Yaris? Hát hogy ne tetszene? Turbós, összkerekes, zöld, aranykereke van, zöld karosszériája van, és most egy pici darabot te is hazavihetsz belőle, ugyanis elkészült az új Yarisos kulcstartónk. Akárcsak a kiskelyenes kulcstartónál, itt is a kulcstartónak mindkét oldala megmintázott, tehát nem az van, hogy így fityeg és az egyik oldala egy ilyen blank semmi, hanem mindkét oldalán ott van a zöld kaszni meg az aranykerék. Ez is limitált, de azért felhívnám a figyelmet arra, hogy a kelyenes az irgalmatlan gyorsan elfogyott. 4 nap alatt elment 400 darab, és ugye a játék megint ugyanaz, mint legutóbb. A vevők közül 50 embert kisorsolunk a kelyen taxiba, tehát hogyha veszel egy ilyen kulcstartót, akkor esélyt kapsz arra, hogy beülj a Cayenne taxiba. Erről készült videónk, nézzétek meg a nagy csatornán, mert baromi szórakoztató, de most emeljük a tétet, mert a vevők közül 5 ember beülhet a Yarisba is, és ezzel is lesz taxi. Bizony, ott fogtok ülni a jobb egyen a Ricardo sportülésbe, Oliver mellett, aztán majd megy a bututu. Vegyetek kulcstartót, irány a webshop, és üljetek be a Cayenne-be, vagy a Yarisba. Karácsony Gergely bő 3 éve jelentette be, hogy komolyan dolgoznak a sebességcsillapításon Budapesten, és bár tudjuk, hogy karácsony alkalmatlan, azt azért érdemes megjegyezni, hogy ezek a tervek még illeszkednek a Tarlós István által elindított mobilitási programhoz, amit karácsony már ellenzékből is megszavazott. Akkor ugye azzal ment a rémizgetés, hogy egész Budapest 20-as, 30-as zóna lesz, de ez ebben a formában nem volt igaz, a cél a forgalomcsillapított zónák kiterjesztése volt. Hihetnénk amúgy, hogy az Árpád-hídi baleset miatt jött fel ez a téma, de nem. Néhány nappal a tragédia előtt már elfogadta a fővárosi közgyűlés Budapest új közlekedésbiztonsági stratégiáját. A második kerület például már bevetett 4 trafiboxot. Ezek 160-180 centi magas ilyen kis dobozok, bennük pedig vagy van műszer, vagy nincs, de ezt az arra járó autós nem tudja, ezért automatikusan lassítani fog, mert azt feltételezi, hogy van benne, nem kockáztat. Így egy műszerrel, egy mérőegységgel, akár 4 trafibox is kiszolgálható. És ez nem minden, mondaná Horst Fuchs, mert hogy ezek a trafiboxok bizony forgathatóak 180 fokkal, tehát lehet, hogy reggel még az egyik irányba mért, ezért te úgy vagy vele, hogy csak azt a forgalmat nézik, és este simán lehet, hogy megfordítják, aztán beledurranhatsz hazafelé munkából. Már az egy olyan, itt a trafi, hol a trafi, Hungarian lucky game. Már 4 ilyen működik a kerületben, ezek mellé érkezik még 3, ezek telepítése október végén megkezdődik. Ezeket az eszközöket persze a rendőrség üzemelteti, ők kezelik a beérkezett adatokat, ők szabják ki a bírságokat, ők küldik ki a bírságokat, de még az elhelyezés is a velük való egyeztetés eredménye. Emellett a fővárosi önkormányzat is aktív, az eredeti 7 helyszín mellé még 3-at terveznek, és akkor jöjjenek a helyszínek, szintén a vezes.hu cikkéből. A Kapi út 40-nél már üzemel, a Mária Remetei út 132-nél már üzemel, a Nagykovácsi út 4-nél már üzemel, a Törökvész 31-nél már üzemel, a Zöld Lombocca 24-ben várhatóan október végétől telepítik, az Árpád fejedelem útja 12-nél szintén október végétől telepítik, a Hidegkúti út 128-nál meg szintén október. És akkor most jöjjenek azok a területek, ahol tervezik a telepítést, ez a Budakeszi út, a Hűvösvölgyi út és a Pusztaszeri út. És nem csak trafiboxokat, de 2 saját sebességmérőt is vásárolt a budai kerület, de vesznek még egyet. Ez azt jelenti, hogy csak a kisebb kerület 5 trafit fog ide-oda rakosgatni, ezzel egészen elképesztően nagy terület fedhető le. A fővárosi önkormányzat is elkezdte mellesleg a munkát, elsőre 45 forgalmi sávot lefedő eszközparkot telepítenek, ezek fixen telepített, folyamatosan működő műszerek lesznek,
És ezeknél a jelenleg úgy áll a dolog, hogy már megkötötték a beszerzésre vonatkozó szerződéseket. A szakmai szervezetek és a rendőrség folyamatosan egyeztet a további kihelyezésekről, ízelítő jelleggel kidobtak kettőt a Vácira, a korábban vandalizált dalabok közelébe. Országosan amúgy már 100 körül jár a trafiboxok száma, és terven van a Véda fejlesztése is. Erről Oberling József ezredes nyilatkozott, és az nyilatkozatban elhangzott a mesterséges intelligencia is, ami most egy nagyon-nagyon népszerű buzzword, és leginkább akkor szeretik használni, amikor nem nagyon akarnak mondani semmit, de tény, hogy 2015 óta működik a véderendszer, és aktuális lenne a fejlesztése. És akkor most nézzük meg vélemény oldalról, hogy mi a helyzet ezzel az egésszel, mert hogy jól van ez így? Tehát, hogy jól van ez így, hogy pár hülye miatt a teljes autós közösséget szivatják? Nyilván nem, de azt hiszem ez nem jó megközelítése a gondolatmenetnek, ennél amúgy többről van szó. 7 év alatt 1.280.000-rel nőtt az itthon futó autók száma, tehát 2016 óta majdnem 1,3 millió autóval több van itthon, hajszál hiány elértük a 6 millió autót, ez az adat mellesleg a biztosító társaságoknál megkötött KGFB szerződésekből számítódik. Tehát majdnem 6 millió autó van itthon, és ezzel a fejlődéssel nem tartott lépést az úthálózat mérete, sem pedig a minősége. Vagyis lassan úgy néz ki, hogy a hazai autópark egész egyszerűen kinövi az infrastruktúrát. 10 éve még akár bele is fért az, hogy az ember néha kicsit veszélytelenül elengedje magát, és egy picit gyorsabban menjen, de ilyen forgalom sűrűség mellett ez már a bizony gond. Tenni kell ellene. Biciklisávokkal kell csökkenteni a forgalmat, trafikkal kell lassítani a sebességet, kisebességű zónákkal kell csökkenteni a tempót, mert egész egyszerűen ilyen forgalom sűrűség mellett, ha nyomjuk a gázt, akkor abból mindenképpen balesetek lesznek, és azért azt se felejtsük el, hogy nem ám a legmodernebb, legkorszerűbb autókban ülünk, már átlépte a magyar gépjárműpark átlag életkora 16 évet, tehát még csak azt se lehet mondani, hogy majd az elektronikák vigyáznak ránk. Nem, bizony sajnos külső behatás kell. Aztán persze ott van az is, hogy a statisztikák szerint ugyan csökkent Budapest lakossága, de ez a számtalan ingázót nem veszi figyelembe, akik napi szinten 100 000-vel dőlnek autóval a fővárosba a különböző agglomerációs területekről, vagy akár a szomszédos megyékből, csak azért, hogy dolgozni tudjanak, mert itt olyan fizetést kapnak, amiből vidéken egész jól el lehet karistolni, viszont azt nem engedhetik meg maguknak, hogy kivegyenek egy albérletet, akár az egész család számára. Budapest egy eszméletlen nagy vízfej, elég csak megnézni reggel 7 óra környékén akár a 10-es utat, akár az autópálya bevezetőket, tulajdonképpen parkolóvá alakulnak, mert az emberek jönnek fel dolgozni. Szóval valamit tenni kell. Abban viszont nem vagyok benne biztos, hogy a szankcionálás a legjobb módszer, mert hát oké, megemelték a bírságok mértékét, de ezek még igazából az inflációt sem feltétlen követik. Kinek lesz visszatartó erő az, hogy mondjuk a gyorshajtási bírságot 30-ról 39 000 forintra emelték. Beszéltünk itt ugye arról, hogy milyen fajta bírságok és milyen fajta szankciók lennének hatásosak. Nem lehet kimondani az örök igazságot, sokan emlegetik például a jövedelem arányos bírságot, de ugye Magyarországon viszonylag sokan kevesebb pénzre vannak bejelentve, mint amennyit valójában hazavisznek, tehát nem biztos, hogy ez célra vezető lenne, de akárhogy is. Írjátok le a gondolataitokat, hogy mit gondoltok ezzel az egész üggyel kapcsolatban, hogy milyen irányba kéne lépni a forgalom csökkentéssel, hogy egyáltalán szükség van a forgalom csökkentésre és hasonlók, mert nyilván ez egy közösségi dolog, tehát hogy számít, hogy mit gondoltok. Aztán pedig iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és a jövő héten jön a bűnöző Corrado, tényleg eszméletlen jól néz ki az autó. És amúgy tök jogosan merül fel a kérdés, hogy miért nem a jó kis deszkás stúdióból jelentkezem, miért itt a Yaris mellett átsorgok, és miért csöpög az eső, és miért dörög az ég? Mutatom. Ugyanis telepítik az új stúdiónkat, szóval én most itt dolgoztam, nézzétek ezt a jó kis Eneosos kameraállványt, mert közben települ az új stúdió. Tekintsetek be! Remélhetőleg 1-2 héten belül már innen jelentkezünk. Addig is. Sziasztok!